Kedves közönségünk, szeretettel köszöntök minden megérkezett kedves vendégünket, és örömmel mondom, hogy a Közös út Ketanodrom című a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság folyóiratának az estjét most itt a Magyar Művészeti Akadémia élő folyóirat sorozatában elkezdjük. Ez az élő folyóirat 5. évfolyamának az 5. száma. Minden alkalommal eddig itt a műcsarnokban rendeztük meg ezt a folyamatosan ezt az élő folyóiratot, most már 5. éve. Most decemberben lesz majd, december 12-én az első olyan estünk, amelyet az akadémiának, az András úti székházában tartunk. De most örömmel köszöntöm az est minden kedves résztvevőjét, mindenek előtt Rostás Farkas Györgyöt, aki a mai este házigazdája is lesz egyben, és hát ugye a Ketanodrom a Közös út folyóiratnak 1992 óta a főszerkesztője és megjelentetője. Szeretettel köszöntöm az est további résztvevőit is, mindenek előtt a főszerkesztő helyettest, Fialovszky Magdát sok szeretettel, aztán ifjú Rostás Farkas Györgyöt, aki a szerkesztője az újságnak, R. Lakatos Klárát, szintén aki szerkesztője ennek a folyóiratnak, és az est két zenei közreműködőjét, sok szeretettel Nyári Gyula klarinétművészt és Botos Tibor gitárművészt. Meg is kérem őket, hogy nyugodtan akár fáradjanak oda, vagy pedig az irodalmi műsorok meg ilyen felvonás végén, egy-egy rész végén, akkor foglaljanak majd helyet a megbeszélt hangszerek mellett, hangszereknél. Kedves György, átadom neked a mikrofont, és egyben az est vezetését is parancsol. Szép estét kívánok, Lási Rátyi. Köszönjük Mezei Katinak, hogy lehetőséget biztosított számunkra, hogy itt a Közös út Ketanodromról beszéljünk egymással. Egyik szemem sír, a másik meg nevet. Beszélnem kell a nagy elődökről, akik nem túl régen itt voltak közöttünk, és most már ott vannak valahol, de fentről néznek le ránk. Ott vannak a megyei hazában. Meg kell emlékeznünk róluk, mert ők ott voltak velünk, mellettünk, fogták a kezünket, és őszinte szívvel képviselték úgy a cigányokat, mint a magyarokat. A Közös útnak van egy rövid története. A következőképpen történt. 1990 körül a parlamentbe sétáltam valamelyik folyosón, és találkoztam Néhai Antal Józseffel. Beszélgettünk sok mindenről, azt azért sokan tudják, hogy ő lelkén viselte a cigányság sorsát. 1957-ben már írt a cigányok történetéről, ő orvos történész volt, és nagyon-nagyon jó ember, és nagyon hiányzik. Ő ott volt velünk, ahogy ott volt Mezei Bandi, Gyurkovics, Szabad György, ahogy Mezei Katalin is mindig mellettünk volt, velünk volt, és ma is ő biztosította ezt a lehetőséget számunkra. Ilyenkor mindig elérzékenyülök. Mindig azt szoktam mondani, nem elég, hogy cigány vagyok, még költő is. Van egy pár történet,
És nagyon jó, hogy itt van az öcsém Rúva Farkas Pál, mert vele indítottuk el a lapot. Ő az édes testvéröcsém, és mindig segített, és ott volt velünk. Ő rendszeresen publikál a lapunkba, és sok mindent köszönhetek neki. Ugyanúgy, ahogy az ifjabbik György fiamnak, akit csak Gyuckónak ismernek a legtöbben. Ők majd felolvasnak, vagy beszélnek, vagy mondanak valamit. Most egy pár mondatot az örökké valóságnak. Gyurkovics Tiborról is meg kell emlékezni, mert ugyanúgy hiányzik nekem, mint Lakatos Menyhért, vagy Kovács József Hontalan, vagy Szepesi József, vagy Rácz Lajos, de hosszú a sor sajnos, már csak páran maradtunk talpon, mint a fák. Nagyon jó, hogy itt van Báthori János is, meg itt van Albert Feri testvérem is. Szóval, hogy mondta Gyurkovics? Gyurkovics Tibor. Rostás Farkas Györgynek cigányversek. Nem tudok olyan szépen, mint Mezei Katalin, vagy mint ahogy az én Feri barátom, vagy Báthori, vagy Palőcsém, vagy a fiam Gyuckó, de mondom, ahogy tudom. Majd lesz valami. Idén is lesz karácsony, hallottam már. Azt mondja, szeretem a cigányokat. Égig érő hegedőiket, boldog hetvenkedésüket, nyomorúságos nagy álmaikat. Azt sem tudom, honnan szeretem őket, de szeretem. Így ezt a költőt, Rostás Farkas Györgyöt is. Nagyra látó és szorongó emberhatalmát, cigányhatalmát, meseszájú csuklását a temető sarkában, anyja sírjánál, apja ezüsthajú kékes bölcsességét, ahogy levett kalappal várja a fia születését, a nyársra tűzött húsok nomád illatát. Horizontba veszi útjait, megsértett öntudatát, kudarc hamuk alól kivillanó férfi tüzét, galamblelkű álmait, új kígyósi szekerének a nyikorgását a sisák saroknál, és az öreg utca düledező házsorait. Vadlovak sörényének lobogását, denevérszárnyú estjét, fogai köz sziszegű amputált jajait, nyitott ingű felnőtt korát, mezítlábas gyermekkorát. Idézet. Hullok szavak bársonyára, hullok népem imádatára. Folytatja Gyurkovics. Szeretem ezt a cigány sorsot. A sose belenyugvót, mindig álmodót és fölívelőt. Nem hiszek a másságban. A városi ficsórok találják ki a maguk andalítására. A cigány cigány, ugyanolyan. A miénk, a mi fajta, nincs másság, miénkség van. Ezek foglalkoztatták, és így jött mindig közénk, ott volt minden rendezvényünkön. A nagy fehér testvér, Gyurkovics Tibor. És azt írja, hosszú lenne, de csak idézem. Azt mondja. Köszönjük azoknak, az örök cigány anyáknak az égig érő sóhajait, akik dajkálták ezeket a szomorú,
de sosa nyugvó férfiakat, mint Rostás Farkas György és társai. A kubikolókat, épp úgy, mint a meseköltőket, idehazai fekete tekintetű magyarokat. Ilyeneket írt ez a nagy fehér testvér. És van itt nekem még egy, ebből csak egy sort vagy kettőt, Pomogács tanár úr. Hosszú életem során bejártam a fél világot, akárhova mentem, menekültem néha, mert vittem Magyarország üdvözletét. Mindig, mindenhol találkoztam Pomogás tanár úrral. Ott ült. Kortalan. Soha nem tud megöregedni. Mindig fiatal marad. Jön, megy, és nagyokat mond. Azt tudom, hogy Magdi tanára volt egyetemen. Azt írja Pomogás tanár úr. Nagyon szeretem. És akkor még azt mondják sokan, hogy senki nem szeret a cigányokat. Nem így van. Mezei Bandi mindig nagyokat mesélt. Mindig azt mondja, hogy rovázik a labuta a jattomba. Humorizált. Eljött. És azt mondja, egyszer egy rendezvén, van még egy percem, Klári. Elmesélhetem? Egyszer ott volt a konferencián, és nem, kórházban volt. Benne volt az a valami a karjába, és mondja a professzornak, hogy drága professzor úr, el kell menni a cigány testvéreim közé, mert várnak. Hát rendben van a művész úr, de tessék sietni, mert hát maga most itt van a kórházban. Eljött közénk, és elfelejtett visszamenni. Későn éjszaka megy be a kórterembe, a professzor persze a barátja volt, ott ült és várta. Azt mondja, művészkém, azt mondja, professzor úr, maga miért nem alszik? Én elmentem a testvéreim közé, és meggyógyultam. Tehát a szeretet gyógyító erejű. Feléke, mondaná nekünk pár szót. Mert én reggelig nyomom a bakert. A szeretetről vagy úgy általában, vagy olvassak. Amit akarsz. Jó, akkor először olvasok. Jó. Új kígyósról jöttem. Valami furcsa láz kerít hatalmába, amikor kimondom nevedet. Új kígyós. Mert itt éltem, nevelkedtem, ismertek minden dülótat, minden tanyát, anyám círmos eperfáját. Ismerősen hangzik apám szekerének nyikorgása, a friss széna ropogása, lova patáinak dohogása. Ismerős a sisáksarok, és az öreg utca, a düledező háznak sora, és az akácok illata. Meghatódva mindig vissza új kígyósra, ahol megismernek még a régi öregek, s mint hajdan szívből üdvözölnek. Ismerős a szülői ház, ahol apám sokszor ült a kispadon, s ahol anyám hazavárt mindig nagyon. Emlékemben még hazavár a fehérre meszelt kis ház, a temetőre nyilló ablakban pislákoló lámpa fénye. Fülembe cseng még apám lovának nyerítése, a kutyák csaholása, anyám ismerős hangja, ahogy szólított mindig, kisfiam, gyere haza! Hosszú utat tettem meg azóta, de a fájdalom még ma is hozzá vezet vissza. Neki panaszolom el bánatom, ami történt velem eddig utamon. Ma is vár rám, ahogy régen szokta, a
kiskapu nyitva áll azóta. És most akkor egy pár szót. Én a Rákosmenti Irodalmi Műhelynek vagyok a elnöke, és Rostás Farkas György barátom annak idején, 1999. november 1-én ott ült egy családi ház nappaliába, és a rákoshegyi barátaival megalapították a Rákosmenti Irodalmi Műhelyt, ami most 20 éves lesz. És ezt fogjuk ünnepelni november 22-én, és bízom benne, hogy Gyuri is ott lesz az ünneplők között. És köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Én köszönöm. Köszönöm. Hát, Gyuszko, hol vagy? Tehát Vas Albert mese lovári nyelven paramicsa. Angla déltorgyilam dulmut, muro pral hajmé, edév lesz hoin domanglom, te mukel sarando cséri. Vipép hú tavél muro. Jég strafiro te délma, bakatyi te nástig dél. Télepe ászvengi brifakiluma, te rodó lesz te rakav lesz, mure prales. Hajdász dumao dél, davtu, Lulu jászlé páre szúne. Korkori te avesza, briofázo. Hát jászvénca rodesza lesz. Dóre rakhesz lesz. Hát jára pakadi pári luma, vári konzsukárelma. Kamelma, hajászbalma, primavaraszke szúne, rodom de csiraklom mure prales. De akkor viszont már én is felállok, ha már így felrúgtuk a forgatókönyvet. Az én feladatom mindig az szokott lenni, hogy a háttérből puskát adjak, és az időt próbáljuk meg betartani. És azt írtam az előbb a Gyurinak a papírra, hogy nem mondta el, hogy miért közös út lett a lapnak a neve. De most már én elmondom helyetted. Amikor Antal Józsefhez fordult azzal, hogy a nemzetiségi sajtó nincs megfelelően képviselve, akkor mondta, hát legyen. Na de mi legyen a címe? Hát mi lenne? Van Nungodrom, mi volt még Amarodrom, hát legyen közös út. És ez azóta is a lapnak a küldetése, és ha akkor időszerű volt, akkor ma azt gondolom, hogy még inkább időszerű. Ez 27 évvel ezelőtt történt, azóta sikerült folyamatosan megjelenni, mindenféle nehézségek árán, és nem utolsó sorban a barátaink, az író, művész barátaink nagylelkű hozzájárulásának, hiszen honoráriumot nem nagyon tudtunk fizetni, soha örültünk, hogyha a nyomdai költségeket ki tudtuk gazdálkodni. Ezt a kis, ja igen, már elindult, de ezt hanggal kellene látnunk, ha lehet. Összeállítottunk egy ilyen sorozatot azokból az alkotókból, akik a lapunk hasábjain szerepeltek, egy válogatás. Sajnos sokan közülük már nincsenek közöttünk. Nem tudtam feliratozni, de az arcokat talán felismeritek. Orsós Jakab.
lakatos menyhért. Rovafarkas Pál, aki itt van, és majd kérem, hogy ő is beszéljen. Farkas Kálmán, az első egyetemi tanár, filozófus. Péli Tamás. Péli testvérek, Ildikó és Tomi. Szent Andrási Pityú, Péli Tamással. Rácz Lajos, akit majd a Klári szavalni fog. Daróci Ági. Csemer Géza, Megyesi Farkas István, az én testvérbátyám, dr. Karsai Ervin, nyelvész professzor, Jónás Judit, színművész, Hollai Kálmán, színművész, Balogh Béla, aki már fentről néz minket, táncos volt, itt is ő van. Bódi Guszti, Varga Guszti és a kis banda, Szecső Kovács Zoli, Kovács Jóska Hontalan, Csalfán néz le ránk, fentről Holdos Jóska, a Kányák írója, Balogh Attila költő, Szolnoki Csanya Zsolt költő, Zsigó Jenő, polihisztor. Ezek szintén a Zsigójék, ott van a Szecső, Szepes, Osztolykán Béla, jaj, Mennyért, Csoli, Péli, Szenti, Guszti, Katilali, világhírű hegedű művész, Sánta Ferike, szintén világhírű hegedű művész, itt van az én szép húgom, Sánta Ferikével Bangó Margit, itt van az én kis Hildácskám, aki nagyon tud steppelni, itt van a Lacika, milyen Lacika? Milyen? Berki Lacika. Itt van a Nyári Gyulám, a halhatatlan öröki fiú. Itt van a Biboldó, aki Fátyol Tivadar névre hallgatott. Itt a kis Szecsőke. Hát, meg Klárikával, az én kis tanítványom, aki most is itt ül, csak most 50 kilóval. Soványabb, itt a palőcsém, Nyári Lacika, tanárember, zeneszerző, Bódi Zsuzsa, az első népradó cigány Durai, Magdi, Bargaica, a mikrofon tulajdonos, itt van a kis Jónás, nagyon nagy költő, itt van a kisebbik fiam, aki itt van, Gyuszkó, itt van a kis Suki, meg én, Sárközi Laci, nagyon jó költő, itt van a fiam Gyuszkó, csak levágatta a haját, itt a lányom, itt van Lakatos Klári, vékony, mint a vonatfütty. És itt van Radics Renát, a jó költő, az öreg gurúval. Itt van a Pató Szelám, nem jött el. Ki van még, Magdi? Pali, akkor gyere. Köszönöm szépen. Nem is tudom, hogy mit mondhatnék én ilyen nagy személyiségek után, akik eltűntek már a földről. De itt voltak, és amit tettek munkájukat illetően, annak van kihatott értéke. Presszionáltak minket, ha úgy tetszik. Motiváltak minket arra, hogy olyan munkát ne adjunk ki a kezünkből, aminek vonatfüttye a vége, a Gyuri szavával élve. Igen, Klári akkor valóban
nem is ismerjük meg egymást, hogy olyan vékonyak voltunk bizonyos időkben. Nem azért, mert rosszléti államban éltünk, hanem azért, mert fiatalok voltunk, és erőnkön fölül teljesítettük, amit csináltunk. Mi mindig mindent nagyon csináltunk. Emlékszem is egy kis sztorit, ha megengednek, elmondok. A 70-es évek elején Újpalotán Csoli Daróczi József meghívott engemet, ő általa szerkesztett kis lapnak, a Romszomnak nagyon szuper újság volt, az első volt a cigány palettán, az irodalmat és a kultúrát terjesztést illetően, és meghívott egy olyan időszakban, amikor Lakatos Menyhért a szépséges indiai szépségű lányával Indiába volt meghívva, igen, Ankába, bocsánat. Én a szépségét előbbre tettem, mint a nevét. A neve nem tudta úgy kifejezni azt a szépséget, amit amikor megjelent. És visszajöttek, de akkor már ki lettem nevezve az újságnak az irodalom vezetőjének. És Kovács Orska is ott volt, meg még egy pár ilyen... Nem, ők nem. És akkor jött a Menyhért, és egy olyan terembe jött, ahol próbáltak a gyerekek táncolni, meg színházat akart csinálni a Csoli. És akkor én ültem lent, meg még egy páran, és bejött a Menyhért, mint szokása volt, ahol bejött, ott nem tudott nem minden szem odaszegeződni. Úgy nézett ki, mint egy isten. Hát bizony, én akkor láttam először, pedig nekünk rokonunk volt, de gyerek voltam, amikor Békés megyébe még meglátogatott minket új kígyóson. Nem maradt meg a szoftverembe. Bejött, nem nagyon ismert engemet se, megnézte a papírt, mert Csoli odaadta, hogy na főnök, ezt csináltuk, azt csináltuk. Megnézte azt, hogy na, miért? Ez az egész egy szar. Szar, mondja Csoli. Hát az, hát. Kik ezek? Mik ezek? Ki ez a irodalom vezető, meg többi? Azt mondja, hát ott jön. Farkas Pali, nemrég érettségizett le, és szokott néha szép dolgokat írni. Kit érdekel? Nem, ez nem jó az egész. Ez az egész így, hogy van, nem jó. Miért önkényeskedsz, Csoli? Mondtam már neked, hogy addig ne hozzál semmilyen dolgokat, amíg én nem vagyok itt. Hát kim voltál Menyhért Indiába? Hát nem tudtuk, mikor jössz. Most addig is dolgozni kellett. Siklósi mondta, hogy kell a lap és kell egy főszerkesztés. Azért nem tudtuk megvárni, amíg hazajön Menyhért, és azért nevettünk ki téged. Nem, ilyen nem hangzott el. Nem hangzott el Siklósi szájából. Mert ami most történt, az körülbelül 73 után történt. Ami meg te mondasz, Siklósiról, az pedig 86-ban, 87-ben volt. Semmi baj. A nagy emberek, az 100-200 év nem számít. Na persze. Nem. Tehát a következő volt. Gyorsan befejezem mindjárt. Akkor kaptam először sokkot, a növésben megálltam. Mondom, ez a Lakatos Menyhért. Ez írta a füstösképet. Mondja Csoli nekem, de csak úgy, hogy ne hallja a főnök. Mert ő még mindig a papírral volt elfoglalva. Mi már túlléptünk rajta, de ő nem. És mikor mindenkit leváltottak, azt mondja, jó, az egész, az ott mit csinálnak ott van? Semmi. Jó van, menjetek haza. És akkor hazamentek. És akkor Csoli már a Lila iskolába pedagógus volt, gyerekeket tanított az iskolába, élni, beszélni és tanulni, megolvasni. Nagyon jó pedagógus volt, hála jó Istennek. A Csolinak a küldetését, Csolit Isten, egyenesen az Isten küldte oda, mert a legnagyobb hiba lett volna Csoli nélkül a Lila iskolába tanítani. Aztán hozzácsapódott Péli Tamás is, de ő igazából festeni akarta tanítani a gyerekeket. Az is sikerült, de nem mindegyiknél. Sőt, egyedül Szent Andrási volt az, aki azt mondja, hogy
77-ben csináltunk egy csapitábort, és akkor odajött, ő állami gondozott volt, és azóta Kossuth Díjasnak mondhatjuk. Na, na. Tehát Péli Tamás kvázi, mint a Péli Tamás látnánk. Tehát Péli Tamás nem halt meg, tehát tovább megy, hál' Istennek, Szent Andrási kezébe. Ja, így néztem ki akkor körülbelül. És akkor biztos, hogy azért nem ismert meg, mert hasonlítottam rá a Lakatos Menyértre. És unoka testvérek vagyunk máskülönben. És akkor azt mondja, hogy ki ez a irodalmi? Volt humorérzéken. Hát persze, én ezt mindazt, persze, ki ez a... Azt mondja, mondom, én találtam, mondom, hát nem ismersz meg, bátyám, ki így osol. Én téged? A fiam vagy? Azt hitte, hogy a fia vagyok. Na mindegy, imádtam a humorát, mert olyan fanyar humora volt, hogy később, amikor ugorjunk egyet, 87-ben megjelent a első cigányúság, akkor én lettem a felelős szerkesztője, de, és az a beszéd akkor indult, hogy Siklósi Norbert, most írom pont a második kötetét a önéletrajzi regényemnek, majd mikor kész lesz, akkor mindenkit szeretettel meg fogok hívni, és ha még élek, akkor majd ott szabadon lehet fogni, hogy így történt, vagy nem történt. Tehát Csoli és Lakatos Menyért egy nagyon nagyszerű páros volt. Csoli volt a tanár, a tanító, Lakatos Menyért pedig a guru. Mikor hazajött Indiából, valóban úgy nézett ki, mintha egy indiai isten jött volna közénk. Amikor elolvastam a könyvét, akkor már mikor is volt? 75-ben jelent meg a könyve, a Füstös képek, akkor az világhírűvé vált, avanzsálta. És szerencsém volt, hogy mint szerkesztő, cigányú, románon nyelvűpe szerkesztője, elkísérhettem Párizsba, a Magyar Házba, ahol bemutatták franciára fordított Füstös képeket, és ott tudtam neki egy picit segíteni. Ennyit erről. Gyurkához visszatérve, a testvéremhez, Gyuri már akkor költő volt, amikor mi még azt se tudtuk, hogy mi a gyerekkorában, úgy kigyorsan írt verseket az általános iskolába, és sajnos, hogy egyedül volt. De vevők voltak, csak a osztálytársak. Aztán megunta ezt az egészet Gyuri, és akkor már eljutatta a pedagógushoz is, az osztályfőnökéhez. És akkor ő mondta, és bátorította, hogy írjál Gyurika, írjál. És azóta, hál' Istennek a baráti köre, akik onnan indultak vele együtt, azok Szegeden főorvosok lettek, meg mindenki diplomás lett, és visszajárnak minden egyes értekezletére Gyurinak, minden egyes könyvének a bemutatójára, és gratulálok a közös úthoz, mert ez nem kíván semmiféle magyarázatot, a közös út, amióta megvan, egy korona. Kívánok hozzá erőt, egészséget. Köszönjük szépen! Nos, hát én vagyok az, aki ott volt, a Soványom, a Lakatos Klára, azóta telt pár év. Úristen, na, hát ez, igen. Na, szóval, hogy én kb. Ilyen időben keveredtem ebbe a roma közéletbe, nem akárhogy. Nagy Gusztit kell megemlítenem, aki nincs itt. Ő édesapámnak nagyon jó barátja volt Zuglóban, és tulajdonképpen elcsábított. Én akkor boltkönyvelő voltam, és hát bekerültem így a roma közéletbe. Nagyon hosszú volt, 2 év, mindenkit megismertem. Különösen Kárpáti Gyula bácsira szeretnék itt most megemlékezni róla, mert tulajdonképpen igen, neki nagyon sokat köszönhetek, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy tulajdonképpen több vagyok magamnál, mint amit képzelek magamról. És akkor így szépen lassan jutottam el a roma parlamentben, a Pralipében, tulajdonképpen majdnem minden roma önszerveződési fórumnál dolgoztam akkor már, még a úgymond cigányújságnál is,
és nagy meglepetésemre én is megismertem Lakatos Mennyértet, hiszen 11 évesen csak a rádióban hallottam róla, hogy nekem ez egy nagyon nagy csoda volt. És majd Rostás Farkas György közelébe keveredve valahogy, fogalmam sincs, hogy hogy történt, de valószínűleg Gyula bácsi volt a ludas, találkoztam egy emberrel, aki akkor lehetett olyan 40 éves, egy nagyon filigrán, nagyon-nagyon humoros, de azért karakán. Nem árulok zsákban macskát, az én viseletem akkor ilyen nagyon fiatalos volt. Fogalmazzunk úgy, hogy hosszú szoknyákban jártam, de picit átlátszott és társai. És Gyurka bátyám azt mondta nekem, hogy ez itt egy roma újság, azaz egy olyan újság szerkesztősége, ahova cigányok járnak. Van hosszú szoknyád? Ha nincs, nem illik, fiam, de én veszek neked. És innentől kezdve én úgy nézek rá, mint a saját apámra. Úgyhogy köszönöm neki, sokat kaptam tőle abban az időben. Nem csak ezt, hanem tulajdonképpen az anyanyelvemnek egy vetett hitemet. Tehát én azt tudtam, otthon cigányul beszéltünk, de soha nem gondoltam, hogy ez ekkora érték. Tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy megtapasztalhattam, amikor bedobott 1992-ben egy nemzetközi konferencia megszervezésébe, meg kell mondjam, nagyon féltem. És én voltam az első, aki George Demeterrel beszéltem cigányul. Oroszországból jött. Én fogadtam a repülőtéren, és ez Gyurka bátyám nevetve nézte végig. Rettegtem az eseménytől. És akkor azt mondta, na Murici, most már hiszed, hogy ez világnyelv? Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy őt ismerem, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, még egyszer mondom, nem csak szakmailag, hanem magánéletileg is, mert amikor nagyon szükségem lett volna segítségre itt Budapesten, hiszen én Szabolcs-Szatmár-Berekből származom, akkor Gyurka bátyám mellettem állt, mint a saját apám. Úgyhogy köszönöm neki. Jó estét kívánok mindenkit, szeretettel üdvözlöm, lengyel vagyok, de direkt ide jöttem erre az estre. Farkas Gyurival rég találkoztam, Palival is hasonlóképpen, nagyon régen, akkor, amikor írtunk könyvet, így együtt jobb a nemzetiségek, magyarországi nemzetiségek irodalmáról. Akkor megismerkedtem jobban őket, és ezért ma nagyon nagy örömmel jöttem el. És sok további sok sikert kívánok nektek. Köszönöm, édes lelkem. János. Nem volt, de hát 50 évet nem lehet csak úgy. Öreg ember, hogyha elkezd hallani a saját valamikori virágkorából származó eseményeket, akkor kicsit az agya elkezd járni. Én a lap születésével kapcsolatban szeretnék mondani néhány szót. Ebben az időben én a kisebbségi ügyek irányításában voltam valami totum factum, és az akkori politika az volt, hogy megszűntek a nemzetiségi szövetségek, és megalakultak választott önkormányzatok, és az volt a kormány politikája, hogy minden egyes kisebbségnek legyen egy lapja, önálló lapja. Na most hát olyan jól sikerült a dolog, hogy a cigányoknak addigra már két lapja is volt, amikor ez a jogi álláspont kialakult, és jött a Gyuri, aki egy harmadikat is, vagy nem tudom, hányadikat is meg akarta csinálni. És
vitába keveredtünk a akkori kormánnyal, és mondtuk, hogy ezt a cigányság esetében nem lehet tartani. Az összes többi kisebbségnek lehet egy hivatalos lapja, de a cigányság annyira fragmentált kulturálisan, politikailag is, hogy ezt nem lehet csinálni. Arról nem is beszélve, hogy hát, hogyha Antal kormányt és magát Antal Józsefet, noha nem, a nép nemzeti tábornak volt egy harcos alakja, de egy nemzeti irányultságú kormányt alapított, és ő maga is ennek az eszmének elkötelezett képviselője volt, és nagyon jól érezte azt, hogy itt egy olyan kezdeményezésről van szó, amelyik a cigány identitást nem a többséggel szembeni lázadásképpen próbálja kifejleszteni, hanem nyelvre és kultúrára alapozva teszi ezt. Tökéletesen egyetértettem, hiszen a meggyőződésem máig is, hogy a kultúráját és a nyelvét elvesztő kisebbségnek egyetlen egy menedéke marad, a rassz. És ha nem marad meg a kultúra és a nyelv, akkor a vér lesz az, amelyik meg fogja határozni. Több kisebbség is elszenvedte ezt a nagy veszteséget. Vannak kisebbségek, amelyek kultúrájukat, vallásukat, nyelvüket elvesztítették, és csupán a születés kapcsán kapcsolódnak egy közösséghez. Ebben az egy dologban egyetértek a Horváth Aladárral, aki valamikor azt mondta, amikor a Zsigó Jenővel összeveszett, hogy a cigány rasszizmus is csak egy rasszizmus. És annak idején volt egy félelem a magyar népnemzeti gondolkodásban, hogy elpusztulunk, kifogyunk, nyelvünk elveszik, tehát a magyar többség érezte magát veszélyeztetetten, és akkor még erre még rájött az, hogy viszont van itt egy friss nép, a cigányság, amelyik öntudatra ébredve egyszerűen hozzájárul a magyar nemzetnek a romlásához. Most ez egy óriási tévedés volt, amire szerencsére a magyar kultúra legjelesebbjei nem voltak vevők, hiszen a itteni felvonulásból lehetett látni, hogy és nem akarok még egyszer neveket sorolni, de tegyük hozzá, akinek nem hangzott el még mondjuk a Csóri Sándor, a Nagy László, és lehetne sorolni az ikonikus figurákat, akik soha nem volt cigányellenesek, nem féltek a cigányságtól, féltették a nemzetet ugyan a romlástól, de nem a cigányságtól féltették. És ebbe a helyzetben a közös út, a ketánodrom abszolút beletalált. Igaz, hogy annak idején a MDF különböző tagjai között voltak ilyen ijedős vélemények is, hogy mi lesz itt, hogyha most itt a friss nép ezt a történelmében elfáradt magyar nemzetet lenövi, vagy megelőzi, vagy valami. Voltak ilyen hangok, és annyiban volt is némi alapja, hogy a Gyuri soha, annak ellenére, hogy az Antal támogatta őt. Soha nem volt hajlandó átmenni egy párt által támogatott vagy elfogadott lapnak a szűk utcájában nem volt hajlandó bemenni, és itt a képeken láttuk, hogy itt, és még többet is lehetne hozni, hogy itt azért voltak a politikai palettának minden irányzatából emberek, akik publikáltak a lapba. És amikor én a lap mellett lobbiztam, akkor azért mindenkinek megmondtam, hogy nehogy azt higgyétek, hogy azért, mert a ketánodrom kap állami támogatást, a Gyuri majd el fogja hagyni a Kis Jánost a lapból, a Mezei Andrást, vagy lehetne sorolni mindazokat, akik
akik nem illettek bele ebbe a népnemzeti vonalba. De a Gyurinak a szíve és a lapnak a, hogy mondjam, a szerkesztési elvei olyanok, hogy ebbe mindenki belefért politikai hovatartozás nélkül. Úgyhogy szerintem a Gyuri az egyetlen, aki a lap esetében a nemzeti minimumot, amit annyit emlegetnek, de soha nem tudják megcsinálni, megvalósította a lapjában. Hát nem ártana egyébként egyszer végig beszélni a lap születése és működése közötti vagy körüli problémákat. Csak egyet említek ebből, hogy az összes többi lap azt kívánta, hogy ne jelenjen meg a Ketánodron. Mindegyik azt mondta, hogy az a kormányzati elv, hogy minden kisebbségnek legyen egy lapja, ez csak neki jár. És hiába próbáltuk természetesen a cigány sajtóra aránylagosan sokkal nagyobb összeget fordítani, ugye 3-4 felé kellett darabolni a pénzt, hát a Gyuri se azt kapta, amire számított, de ő volt az egyetlen, aki a többi lapot nem akarta kinyiratni velünk. Az összes többi lapszerkesztő és lapmenedzser azt akarta, hogy ő legyen az egyedüli, aki megjelenik, és kapja az egész pénzt, egész támogatást ő. Úgyhogy, és ráadásul az, hogy ezt mostanáig el lehetett hozni, ezt a lapot, és a változatlan szerkesztőségi filozófiával, ez egy csoda, szerintem. És az is csoda, hogy ez a fajta nyitottság az egészen mostanáig. Én, mint népnemzeti irányzatba iskolázott, de azóta bizonyos fejlődésen átment, de ezeket az értékeket mégiscsak megőrző ember, azért annak örülök, hogy a Ketánodron az mégiscsak, hogy mondjam, nagyobb arányban, nagyobb súllyal. Most nem akarom végigvenni a labba író ide vagy oda tartozó embereket, és nem is ez a fő, hogy hányan írtak innen, hányan írtak onnan benne, hanem azt, hogy ezt a fajta közös utat, hogy ne magyarázgassam sokáig, ezt mind máig az elejétől kezdve sikerült megőrizni. Nagyon kevés olyan folyóiratot ismerünk, amelyik ezt a eléggé nehezen összehozható dolgot meg tudta csinálni. Mindegyik lap attól függően, hogy kirúgták az egyik főszerkesztőt, fölvettek egy másikat, és 90 fokos fordulatot hajtott végre. Ez egy unikum Magyarországon. Hát tudnék még sokáig mesélni, de már is sokat beszéltem. Köszönöm szépen, és gratulálok. Köszönjük szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ezen a rendezvényen. Az igazság az, hogy a Gyulit még a múlt évezredből ismerem. Úgyhogy egész jó a kapcsolatom. Ő rávett engem, hogy próbáljak itt valamit előadni, megpróbálom. De hát most már látják, hogy én inkább fotózom, de hát most fordult a kocka. És az első részben ilyen cigány dalokat fogok játszani, és az utolsó szám pedig a Átok és Szerelem című csodálatos filmzenéből a Fekete bánat van a fekete szívembe, azt fogom majd előadni. Köszönöm szépen! Thank you.
elvitték a cigányokat, hogy megássák a sírjukat. Az Isten is azt verje meg, aki őket de kivégezte. Mert itt van a tél nem sokára, nem megfázik majd a sokárva. Cigány asszony ember nélkül, a sok rajkó az apja nélkül. Se voltam, mikor apám elment. Jaj, de sokat sírtam, jaj, a más ajtajába. Megállj, apám, megállj, hogy meg fogod ezt bánni, hogy elküldtek a kútra, jaj, aztán lefagyott a láb. Szomorodj meg, te meg asszony, nyomorodj meg. Thank you.
Rácz Lajos, emlékeket égetek. Mert emlékeket égetek, fekete emlékeket. Kötözném immár cölöphöz menekülő lépteimet. Hiába kutattalak földgyújtott éjszakák romjai alatt, hiába írtam üzenetet az álmok tűzfalára. Évek lobbantak el, és bőrömre égtek csalódások fekete foszforjelei, amíg utat söpört a szél hozzád, amíg rád találtam, amíg melléd szegődtem. Emelj föl magadhoz! Emelj föl! Emelj föl engem, s tiszta szóval taníts meg élni, nem mindegy módra. Bitangoló sátorvágyaimat jó lenne leverni végre, és száműzni kéne már szívemből csavargó ösztöneimet. Én érinthetővé szelüdülnék, ha jóságot tüzénél fölmelegíthetném didergő testem. Ha mosolyoddal csillapíthatnám éhem, cserébe elmesélném vándorutamat, s énekelnék olyan dalt, amitől átvérzik hótiszta blúzot. Te legalább örököltél igazi történelmet, míg én csak hamvadó cigánytüzeket, én átkot, én táncot, én ravasságot és sorsot, amely nehezebb a keresztnél. És hiába fújnak böjti szelek, föltámadni mégsem tudok. Szálkaként élek, mélyen a szemetekbe fúródva, s nincs egy késhegynyi irgalom, amit szívemnek szegezhetnék. Letérdepelek elébed. Öledbe hajtva fejem, lassan megnyílik szikladacom. Hallod a visszafojtott patak csobogást? Fiatal tűzhányú viaskodik bennem. Ne kérdezd, miért téged szemeltelek ki a törvénytelen nászra. S ha megmozdul a föld alattad, ne kérdezd, lesz-e folytatása. Csak simulj hozzám, és remélj, gyönyörködj a pillanat lobogásában. Figyeld a vajudva születő csodát, amelynek féltése ott vibrál minden mozdulatomban. Valami furcsa láz kerít hatalmába, vizes lepedőt boríts rám. Mert emlékeket égetek, fekete emlékeket. Kötözném immár cölöphöz menekülő lépteimet. Áldjon meg az én Istenem mind a két kezével. Azt, ha még nem mondtam volna, akkor most mondom, hogy a szeretet gyógyít. De ezt már mondtam, nem ezt akartam, de nem bánom, mondok egy másikat. A szeretetből minél többet adsz, annál több marad. Lehet, hogy ezt is mondtam már, de nem elégszer. Amikor ezt a könyvet befejeztem, az a címe, amiből most fel fogok olvasni egy rövid részletet, hogy a békesség zarándokai.
imádkozzatok. Ezt mondta egyszer Szabó Lőrinc is többször is, most én is azt mondom, nehogy elsírjam magamat. Mert azt írtam ide, anyácskámnak, meg apácskámnak, mert hogy mielőtt ezt a sort elolvasom, elmondom nektek, hogy nekem voltak a világon legjobb szüleim, testvéreim. És a legjobb gyermekeim, most már unokáim is. Azt üzentem Odátra a szüleimnek, hogy fiatok, szeretetteli alázata nyújtja át emlékezetetekre, és teszi sírhalmotokra e kötetet. Ebből olvasok fel most, ha menni fog. De azt mondtam, mindig volt egy kedves sógorom, úgy hívtuk, hogy bácskó. Egy fekete vitéz volt. És mondja nekem, hogy nem megy a bicikli. Hát mondom, hogy nem megy. Azt mondja, hát azért tolom. Na most nekem sem megy, már az olvasás se. De azért ezt a verset, hol is van ez a vers? Békesség zarándokai, Klári. Megtalálod, vagy nem? Hát akkor én keresem meg. Szóval, tudjátok, az úgy van, hogy ide írtam nekem a puskát, hogy Széchenyi mondta egyszer, hogy egy nemzetnél sem vagyunk alávalók. Na most, Széchenyi és népétől, ezek a büszke magyarok, hogy mondjam el nektek? Vonulnak az utcán a magyarok. Na most ők voltak az én nagy példaképeim. Ott az én pici kis fatornyos falumba azok az alázatos, nagy bölcs parasztok. Tőlük tanultam mindent. Na persze, hát a faluban egyedül voltunk cigányok Újkígyóson, és nagy tekintélye volt az én szüleimnek Újkígyóson. Mind a 11 gyereket egy nagy, gazdag, mi csak úgy mondtuk, hogy paraszt, de most már tudom, hogy kulákok voltak, megkeresztelte. Az én drága kereszt szüleim azt mondták édesapámnak, hogy amíg nekünk van az asztalon, addig nektek is van. Amíg nekem van 2 forintom, addig neked is van komám 1. Szóval ilyenek voltak a kígyósi parasztok. És hát az Isten mindig szeretett bennünket, és elhagytuk Indiát, ami szeretett nagy szent országunkat, és Isten úgy kárpótolt bennünket, hogy Magyarországgal. És ez a második őshazánk. Jöttünk. Földült éjszakák üszkös hamuján át. Cifra ruhában, és még cifrább káromkodással biztattuk magunkat idáig. Jöttünk tengelyt akasztó sárban, s a vonító szelek törölték ki szemünkből a könnyeket, amikor nem sír föl az újszülött. Jöttünk véres csajokon át, hoztuk a dalok bánatát, öleltünk és öltünk, jöttünk büszke öntudattal, mert volt királyunk és törvényünk, és voltak olyan bölcs öreg emberek, akik a tekintetből olvasni tudtak, és megfejtették az arcrezzenést. Bocsánat, arcrezzenés titkos jeleit. És volt hallásuk a hamis beszéd megítélésében. Jöttünk lovag sörényébe kapaszkodva,
paripás jókedvel, s immáron megérkeztünk néhány évszázadnyi keséssel. Tele van a talpunk tövisekkel, de a lelkünk kész röpülni, ha kinyitjátok a szabadság ablakát. Ne kerítsétek be álmainkat, vágyaink elé ne húzzatok falakat, mert mi vagyunk, barátaim, az utolsó szabad nomádok, az úton lét oly nekünk, olyan nekünk, mint soha véget nem érő kirándulás. Mi látni akarjuk, hogy mi van a hegyen túl, mert évszázadok óta keressük azt a tájat, ahol reményeink szerint még szabadon lehet élni, mert mi is olyanok vagyunk, mint a vadlovak, büszke és szabadságra született fajt. Igen, tehát a Közös Út magazinban a fordítást, a lovári fordítást, azt legtöbbször én szoktam elvégezni, mivel fordító vagyok. És ez azért is nagyon fontos, mert kihalófélben van a lovári nyelv, ami egy nemzetközileg elismert nyelv. Ugye Magyarországon már nyelvvizsgázni is lehet lovári nyelvből. És az a tapasztalat, hogy Budapesten sajnos a fiatalok, az olasz cigányok körében, ugye ők beszélik a cigány nyelvet, nagyon kevesen tudnak már a fiatalok beszélni. Vagy ha tudnak is, akkor csak megértik, amit hallanak, de beszélni folyékonyan nem tudnak. Ezért is fektettünk nagy hangsúlyt arra, hogy a magazinban minél több fordítás, lovári nyelvű fordítás megjelenjen. És hát próbáljuk nem elfelejteni a nyelvünket, tanítjuk mi is a gyerekeinket. Bár ők sem tudnak 100%-ban beszélni cigányul. Már annyira mi sem tudunk, tehát nekünk is már lassan vissza kell tanulni, és egy-egy ilyen fordításnál nyelvújítást is szoktunk alkalmazni legtöbbször, mert nincsenek rá megfelelő szavak. Minden magyar szóra nem tudunk mi sem behelyettesíteni, de Pali bátyám ebbe nagyobb szakértő, ezt a jobban tudja. Tehát nyelvújítást kell alkalmaznunk nagyon sokszor, hogy ki tudjuk fejezni, ha nem is tükörfordításban, de valahogyan, hogyha elolvassa egy cigány ember, tehát értse, hogy miről van szó. Mert ugye legtöbbször az új szavakat nem ismerik. És akkor nekem lenne egy Rácz Lajostól én is egy fordítás. Mit akartok tőlem cím, és akkor ezt cigányul. Jó, autentikusan, tehát ezt felolvasnám. Szokam én mandar. Románok álló cséri, csóri uran. Szokam én mandar. Raj Roma. Mi abbas, oszaszma, szogodi, szájék najkucs, bútyári, ávris utom, murigógyi, Tumilási vurdonincat és ájp híren. Mi abba csavó, leromengo, hanrálengo, koldusi. Ki abba csikamav, szóavla szúno, tiratvárgyol, andekka szavó máripe, hajle csorrenge, csip hírel, epatyiv. Ezt elolvasom akkor magyarul is, jó, hogy azért értsék, hogy miről is szólt. Tehát mit akartok tőlem? A cigány fekete égen varjuk köröznek. Mit akartok tőlem, arisztokrata cigányok? Én már mindenemet odaadtam. Olcsó szellemi bérmunkásként kifosztottam agyamat, hogy ti nyugati márkájú gépkocsin járhassatok. Én többé nem leszek a cigány tábornokok zsoldosa, mert nem akarom, hogy a jövő álmai elvérezzenek egy olyan elvtelen csatában, ahol az elesetteknek nem jár a végtisztesség. Szolnoki Csanya Zsolt, korkép, nem tudom, mi van ez. Sorsotok mélyén ballagok, tüzek gyökerét kutatom. Üszkös tenyerem hamu himnuszát, fújja a szél. Holtak ígér. Mint halottaim könnyein handba zárt nappalom, reszket, sajog szívemen lázadó ragyogás. Torkomban putri mély üvöltés gomolyog. Látjátok? Kicsordult vérünknek vörösedénye, Júdás pénz csörren hőseink asztalán. Csecsemő idő sír, félve a hazugság vasszárnyú madarát. Árnyékok kútjában népem haldokló fekete.
kicsit megborítottuk a programot, én is most próbálom összeszedni, hogy mi az, ami még kimaradt, amit szerettünk volna mindenképpen elmondani. És ez nagyon jól csatlakozik ahhoz, amit az előbb a fordítással kapcsolatban hallottunk. Engem, amikor ezzel a lappal megismerkedtem, ez 1993-ban volt, az első roma nemzetközi konferencián, amit a holokauszt jegyében tartottak Magyarországon. Azon a konferencián rengeteg külföldi jeles cigányember volt jelen, akik különböző szervezeteket, egyesületeket, a kultúrát képviselték. Onnantól fogva beleszerettem ebbe az egész történetbe, és ami azóta is mindig lenyűgöz, ez éppen az identitás. Azt gondolom, hogy rettenetesen fontos, hogy legyen identitásunk. Ma erről sok vita szól, jobbról, balról, tulajdonképpen mi is az identitás. Ezt egy ilyen térségben, ahol mi élünk, nagyon nehéz definiálni, mert nagyon kevesen tudják visszavezetni az őseiket. És éppen ezért csodáltam mindig a cigányságot, hogy több generációra visszamenőleg tudják, ki volt, mit képviselt, mit mondott, mit hagyott hátra. A történetek örökek. Ez talán a szájhagyománynak is köszönhető, mert másképp nem tudták tovább örökíteni mindazt, amit megéltek, mindazt az értéket, amit képviseltek. Ez a többségi kultúrából már kiveszett, de nagyon nagy szükség lenne rá. Talán pótolhatna a család, ha a szülők nem felejtettek volna elmesélni a gyerekeiknek, meg az unokáiknak. És most kezembe került egy pár sor, amit Péri Tamás írt a Fekete Korall című kötet megjelenése kapcsán az előszavában, és nagyon jól megfogalmazza, vagy aláhúzza ezt a kérdést. Egy Bari idézettel kezdi. Azt hiszitek, csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapujában? Sokan vannak, és nagyon rosszak az esélyeik. De ezen az úton végig kell menni, és nekik kell végigmenni, gyalogolni, szép nyugodtan, becsületesen, és végig kell cipelniük mindazt, ami bennük van. A tehetséget, a kétséget, a készséget, mert meg kell mutatniuk a világnak. Olyanoknak kell lenniük, mint egy százlábú bogár. Bármi történik, visszanyúl, és az első lábával segíti a hátsó lábát. Olyanoknak kell lenniük, akik erős trabban haladnak előre, és mindent kibírnak. Sokkal nehezebb dolguk lesz, mint amilyen nekünk volt. Mi egzotikus vadállatok voltunk. Csodálkoztak és elámultak azon, hogy egyáltalán tudunk írni, sőt, még festünk is. A mikorunkban ezt nem lehetett elképzelni egy cigányról. És ez lenne a mi lapunknak az üzenete is a jövő generációnak. Mindig fölmerül a kérdés, de hát kinek írunk? Ki fogja folytatni? Hiszen olyan sokan eltávoztak, ahogy a videóból is láttuk. Ki hal velünk együtt ezzel a generációval, együtt ez a vonulat, ez a kultúra? Nem szabad. És valóban ilyen fiatalokra lenne szükségünk, és amennyire lehet segítenünk kell őket ezen az úton. Zajló jégtáblák. Bokáig érő sárban, úttalan utakon vezet gyermekkorom, mosolyt csalt arcomra egy szelet kenyér. Szobánk sarkában göthösen köhögött a tüdőbajos remény, a repett kályhában pislákolva égett hitünk maradék fája. Künn jajgatott a szél, bent keresztet vetett a jeges félelem, anyánk keze melege felolvasztott a szívünk zajló jégtábláit. Thank you.
Kell a Budának érni, mert minden nap jó szél éri. Meg kell a szívnek hasadni, mert minden nap bánat éri. Le van a Buda aratva, már is kévé be van rakva. Ahány szem jut egy keretbe, hát annyi szor jussak eszedbe. Édesanyám, gyerünk, látod, édesanyám, vén szültél a világra. Inkább dobtál volna, a zavaros Tiszába. Tisza a vize, elvitt volna a jeges Dunába. Hogy ne lettem volna, máshoz ne lettem volna, senki meg, kérem a kórust.
Püski Sándor meglátogatta Sinka Pistát. Na most figyelj, bátori. Egyet gondolt bánatába, befogta a paripáit, és elvágtatott Sinka Pistához. Elmegy hozzá, és Sinka Pista a teknőbe, vagy mifelénk mondták, tekenőbe mosott, felgyürkőzve. Jó kötésű gyerek volt. Megáll az ajtóba Püski, Sándor, bátyánk, és kérdezi. Hallott-e, Pisti? Hallom hát. Hát mit csinálsz? Hát mosok. Mosol? Tovább mosott, oda se figyelt. Nagy bánatába hazament Püski Sándor, és megkapta a Kossuth díjat, de nem azért, mert meglátogatta Sinka Pistát, azért, mert nagyon nagy költő volt. Jó ember. Jó ember volt. Ahogy megkapta a Kossuth díjat, már akkor is egy zsákpénz volt. Most nem azért mondom, mert várományos vagyok. Visznek szántom. Ahogy megkapta Sinka Pista a zsák pénzt, egy kicsit, hogy? Dehogy Püski, Sinka Pista. Sinkának küldte Püski, hát Püskinek volt nagy pénze, ő volt a gazdag, ő maga koldus. Azt mondta, miért tehette ezt a Püski Sándor bátyám velem? Másnapig bírta valahogy, dúzogott meg, stb. Feladta neki a postán. Utána valamikor Balaton Szárszon, ha jól tudom, összefutott a következő évbe, de Katikám, ezt jobban tudod, mint én. Ott, és találkoztak a könyvhéten. És csak annyit kérdezett tőle Püski. Hallott-e, Pista? Ezt miért tetted? Mire ő következőképpen válaszolt. Hát azért, Sándor bátyám, mert fordított helyzetben te is ezt tetted volna. Azt akartam mondani, hogy az én kertem végében majdnem minden este fellobban a tűz. Sokszor ülök ott magamnak még télvíz idején is a nagy hóba, ahogy lobog a tűz, megidézem az őseim szellemét. Dédszüleimet, barátaimat, akik nem túl régen itt jártak közöttünk, mert akik ide elzarándokolnak, mint ahogy ti is, azokról jobb, ha tudjátok, szeretnek bennünket, eljönnek közénk. Jól érzik magukat, mert testvérei vagyunk egymásnak. Magit akartál mondani? Szeretnék valamit mondani, még én is a végére. Kicsit aggódtam a fiatalok miatt, itt közben beszélgettünk festőbarátunkkal. Ő mondja, ne aggódjak, mert vannak körök, és próbálnak a fiatalok is továbbvinni ebből valamit, és hogy a verseket az iskolákban mondják. Ezt mi is tapasztaltuk, amikor iskolákban jártunk. Még azt a kérdést tették fel nekünk nem régen a rádióban, hogy de hát mi értelme van egy nyomtatott lapnak, mi értelme van egyáltalán küzdeni ezért, ami már idejét múlt az internetes kultúra világában. Én azt gondolom, hogy sosem egy ilyen lap, tehát ha azzal, hogy az ember a kezébe veszi, és láttuk a kisgyerekeknél, hogy ez mit jelent, büszkeséget jelent számukra, felemeli őket. Nekünk is van egy újságunk. Lehet, hogy még olvasni se tudnak, mint ahogy a spoton is láttuk, Cumival olvasta az unokánk az újságot. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy van mire büszkéknek lennünk. És egy ilyen orgánum közösséget teremt, amire most nagyon nagy szükségünk van. Ezt szerettem volna még csak a végén elmondani, hogy 2012-ben megalakítottuk a Közös út baráti körét, nem kisebb emberekkel, mint Jókai Anna, Durai Miklós, Tőkés László,
most hirtelen nem is tudnám folytatni a sort, nagyon sok határon túli barátunkkal is. Miklósi Endre, igen, aki mindig ott volt közöttünk. Ez a baráti kör tovább él, és szeretnénk, hogyha megmaradna, és ti is ebbe a baráti körbe tartoztok, és mindenkit örömmel várunk. Pali, szeretném még valamit mondani. Köszönöm szépen. Annak örülök, hogy akik itt ülnek, azok az elejétől kezdve végig hallgatták, ami itt történt. Annyival szeretném ezt igazából kiegészíteni, hogy a Kethánodrom az az egyik sarkalatos gyönyörűsége annak a valóságnak, hogy a fiatalokra hajazunk, és igazából azt szeretnénk, hogy önállók ez megőrizve, átmentve, megőrizve megtartsák azt a motivációt, azt a pressziót, amit látják, hogy 20-30 éve, meg 40, meg 50 éve próbálunk még a múlt ezredből, mert 2000-nek és 200-nak vagyunk a tanúi. Ez ritkán fordul elő. És ezért én azt hiszem, hogy én annyit akartam mondani, hogy példaképeket kell lehozni. Példaértékű munkákat kell közölni. Példaértékű olyan egyszerű embereket, akik talán nem is tudnak olvasni, mert van ilyen is. El vannak, nemrég itt jártunk Zalába, és olyan helyeken jártunk, ahol még a madár is útlevéllel kell, hogy menjen. Nem is hittem, hogy olyan helyeken még tanulnak a gyerekek, meg a felnőttek, próbálják valahogy motiválni őket, hogy vigyétek tovább a lángot. Mit láttunk? Azt láttuk, hogy a kisgyerekek szomjaznak arra, hogy a kis cigány gyerekek, hogy ha jön valaki, hogy mit mondott, hogy mondja. Mert van egy kialakult beszédkészségük, van egy kialakult szociális helyzetük, ami körbejárása, csak egy körbejárása annak, amit megélnek nap mint nap. Fölébrednek, ha van reggeli, ha nincs, mennek az iskolába, mert hál' Istennek ott adnak nekik. Hála jó Istennek. És ennek ez a kormány a főnöke és a kitalálója, Orbán Viktor. Ezt ki kell mondani, ha tetszik valakiknek, ha nem. Senki egy kormány nem tette meg a cigány gyerekekért, meg a nélkülöző gyerekekért azt, amit megkapnak. Ha cigány, ha magyar. És ez a gyönyörű benne. Példaképeket kell közölni az újságba. Példaképeket kell közölni egy művésznek, és a gyerekekhez kimenni, és a körbejárást megszüntetni. Nem az egyirányú utcában, ami már itt elhangzott, mert onnan nincs csak befele egy zsák utcában, hanem perspektívikusan sugarakat kell nekik mutatni. És arra csak a művészet képes, az újság képes és a könyv. Én csak ennyit akartam mondani. Köszönöm, hogy meghívtatok, és örülnék neki, kedves Katalin asszony, hogyha nem csak újságokat mutatnának be, hanem festőket, írókat, és mindenki, aki valamit csinál, valami motiváció van benne a munkájában, ami a fiatalokat ösztönzi arra, hogy érdemes tovább vinni a fáklyát. Köszönöm szépen minden kedves közreműködőnek ezt az emlékezetes szép alkalmat. Úgy érzem, hogy mindannyian kaptunk egy nagyon jó biztatást ebből a rendezvényből a további közös úthoz, ami nem könnyű út, ezt mindannyian tudjuk, ez egy problémákkal, megrázkódtatásokkal, nehézségekkel teli út, de ez az út. Ez az egy út vezet a jövőbe. Ezt azt hiszem a
cigány közösség és a magyar közösség egyaránt tudja, tudnia kell. Köszönöm szépen minden kedves közreműködőnek, minden kedves jelenlévőnek azt, amit hozzáadott ehhez az esthez, és bízom benne, hogy lesz folytatás, találkozunk máskor is ezekkel a nagyon szép alkotásokkal, és ezekkel a jól meggondolt és összeállított programokkal. Mindenkinek nagyon kellemes további estét kívánok, viszontlátásra, és jó munkát a továbbiakban is, mert abból lesz valami. Hát, jó lenne, ha ez a nap örökké tartana. De hát egyszer mindennek vége, ennek a napnak is egyszer vége van. Köszönjük, jó volt együtt lenni veletek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a közreműködést. Köszönünk mindent. És kívánok mindannyiótoknak jó egészséget, és kérem rátok Isten bőséges áldását. Jó éjszakát, Deltumodellás rátjék.